A tét nagyságát jelzendő az 5. percben az újvárosi Orbán és a Stars válogatottja Grasul ökölpárbaj adott okot az izgalomra. A játékvezető mindkettejüket végleges fegyelmivel küldte az öltözőbe. A hazaiak meglepően idegesen és szokatlanul pontatlanul játszottak. Úgy tűnt, hogy a tét komoly súlyt rakott a vállukra. A Stars jól szervezett védekezése megoldhatatlan feladat elé állította az acélvinkákat. A második harmadban mit sem változott a játékképe. Támadott a Dunaújváros, s ha nem Rajna kapusált a lehetőségek útjában, akkor a hazai pontatlanságok miatt nem jött össze a hőnáhított vezetés. Ami kimaradt itt, az bement ott. A 39. percben Szappanos törte meg a gólcsendet, és nem kis meglepetésre vezetéshez juttatta a káposztás megyerieket. Egy buli után került Szappanos elé a karong, a kapu előtti kavarodást kihasználva lőtte ki a jobb felső sarkot. Ezzel még nem volt vége a harmadnak. 6 másodperccel a játékrész vége előtt ismét Szappanos neve került fel a gólszerzők közé. Megint a kapu előtti kavarodást használta ki a Stars, nem figyeltek Szappanosra kellőképpen, Sevela pedig kiszolgáltatott helyzetben nem segíthetett a kapuban. A meglepő állásról folytatódó mérkőzésen a 43. percben végre azt láthatta a hazai publikum, amit vár. Mestyán megszerezte a DAB első gólját. Most a Vasas védekezésében akadt hiba, amit Borsos vett észre, Mestyán pedig ajtóablak helyzetben nem hibázott. A gól után is maradt a meddőújvárosi fölény egészen az 56. percig, akkor meg Svein góljával egyenlítettek a hazaiak. Lencsés lőtte kapura a korongot, amiben az alapszakasz kanadai táblázatának illovasa kitűnő ütembe ért bele, Rajna már tehetetlen volt a kapuban. Az egyenlítés talán megnyugtatta a Dabot, és ez végzetes hiba volt, a Stars pedig büntetett. Az 58. percben Holéci góljával ismét megszerezték a vezetést. Holéci meglepő húzást választott, passz helyett bátran kapu felé indult, és ez eredményre vezetett. A végén a Daba kapusát is levitte, de ez is kevésnek bizonyult. Hazai pályán nem tudták kiharcolni a döntőbe jutást. A Starsnak ma jó napja volt. Jól játszottak, és a védekezésük is rendben volt. Mi elkorcsolyáztuk az első 40 percet. Ez nem annyira jellemző a csapatra, aztán az utolsó 20 percet próbáltuk valahogy összetenni, de végül becsúszott egy szerencsétlen gól. Tudtuk, hogy mire kell készülni, nem úgy készültünk kényelmesen, hokéztünk 40 percig, kaptunk 2 buta gólt, védő harmadban hatalmas hibák. Visszajöttünk a meccsben ennek ellenére, mert ugye a utolsó 20 percben úgy játszottunk, ahogy kellett volna végig, de hát utána megkaptunk egy pekhes gólt, az is védelmi hiba volt, tehát el kell ezen gondolkodni, ezzel nem lehet változtatni, holnap nyerni kell a Szereda ellen, és mivel van még egy playoff előttünk, tehát ebből a hibából mindenképpen tanulni kell, tehát mindenkinek végig kell gondolni, hogy miért, mit sem ér az alapszakasz, nagyon sokszor átbeszéltük, nyerhetsz te 24-ből 22-t, semmit nem ér. Minden meccs elején 50% az esély a nyerésre. A mostani egymenetes meccsben ez jó arány. Erre készültünk, és a játékosaim nagyon jól teljesítettek, de mindenki jól játszott. A csapat összeszedetten és tudatosan játszott. És akkor jöttek a gólok, amikor szükségünk volt rájuk. Hát nem általában, hogy ez olyan nagy csúcspont lenne. Nyertünk egy mérkőzést a DAB ellen. Annyi a különlegesség esetleg, hogy majdnem ugye több mint fél ház, szerintem legalább voltak 1500-an Dunaújvárosban az ő pályájukon, úgyhogy ezért egy picit nekem különlegesebb, de összességében csak egy lépés azon az úton, amióta nyáróta megyünk. Tehát lehetne ennek most nagyon örülni, és mindenki nagyon büszke lehetne, meg itt hurázhatna az öltözőbe, csak nem vezetne éppen semmire.